kérem, hogy ezt számolják át, jegyzőkönyv készül az átadás átvétel. Hétfőn reggel 8 órától vehették át az országgyűlési választásokon jelöltet vagy jelölteket indító szervezetek az aláírásgyűjtő íveket. Legalább 500 aláírást kell gyűjteni ahhoz, hogy egy jelölt neve felkerülhessen majd a szavazólapra. Mindenki csak az állandó lakhelye szerinti körzetben induló jelölteket támogathatja, közülük azonban akár többet is. A gyűjtők szinte bárhol megjelenhetnek, a törvény mindössze néhány korlátot emel ki. Munkahelyen. Munkaidőben nem történhet gyűjtés, sem a gyűjtő, sem pedig az ajánlást adó tekintetében nem működik. Ez ugyanígy a tömegközlekedési eszközön nem lehetséges. Akkor különböző hivatásos állományú környezetben nem lehetséges ez. És hát ami nagyon fontos, hogy nem lehet sem előnyt ajánlani, sem előnyt ígérni, sem elfogadni azért, hogy valaki ajánlást adjon. A hivatalos kampányban megjelennek a rádió és televízió reklámok, szórólapok, hirdetések, a legtöbben mégis a választási plakátokkal találkoznak. Elég mondjuk így tágan értelmezi a jogszabály, hogy a plakátokat hol lehet kihelyezni. Itt is inkább az jelentkezik, hogy egy-két korlát van, tehát például önkormányzati állami intézményen értelemszerűen nem lehet ilyen plakátot kihelyezni. És nyilván magán tulajdonban lévő épületek esetében is csak a tulajdonos beleegyezésével van erre lehetőség. Egyéb korlát különösebben nincsen. A kampány időszakban a választási gyűlések, rendezvények szervezése is könnyebb, a következő 50 napban bejelentés nélkül lehet tartani ilyeneket. A korábbi bejelentések alapján a szegedi két választókerületben legalább 6 szervezet szeretne jelölteket indítani.